Tehát utolsó napra New Yorkba akartam valami különlegeset, és már egy fél éve tervezgettem ezt a hadműveletet. Mehetünk szerintem. Felveszem meg a cipőből. Aztán mehetünk. Amikor fiatal voltam, nem vágytam sok mindenre. Nem voltak nagy vágyaim, nagy álmaim, de mégis mindvégig ott volt egy dolog, ami nem hagyott nyugodni. Amint megtudtam, hogy milyen veszélyes lehet egy éjszaka a nagyvárosban, tudtam, hogy cselekednem kell. Tehát az első fizetésem után leültem a laptopom elé, és megtettem azt, amire egész életemben hivatott voltam. Rengeteg pénz, rengeteg könycsepp, és rengeteg támogatás a családomtól. Pókember ruha, majd pókember ruha, én esküszöm beszélni. Amíg eljutottam oda, hogy megérkezett az, amit mindig vártam. Itt vagyok. 20 évesen. Anyagilag instabil vagyok, mert elköltöttem az összes pénzemet. Erre itt. Hogy megérte? Ezt döntsétek el ti. Instant tészta. De milyen instant tészta? Minden második hely, ahova megyünk, az a kedvenc részed aktuálisan. Egyáltalán nem. Erre mondtam, hogy ez a kedvenc részem. Meg utána még előtte ezer dologra. Mondj egyet. Amikor metró. Például a sugárút, ez a kedvenc része. Nem. Azt mondtam, hogy ott lenne a legjobb képet csinálni. Folyton oda megyünk a izéhez, úristen, ez a kedvenc részem. Igen, ez a kedvenc részem. Igen, egy jó párszor mondtad. Lehet, hogy nem veszed észre. Nem veszem észre, ez a kedvenc kajában. Cipesz egy zacskó víz, és fogadni merek, hogy ez Andris szóvá fogja tenni, hogy itt egy zacskó víz. De amúgy jó az a zacskó víz, mert nagyon vicces, mert tényleg egy zacskó víz, de szóvá fogja tenni. Zacskó víz. Megérkeztünk a Brooklyn Bridge-re, amit már egyébként alulról láttunk, meg el is mentünk alatta. Amit igazából erről tudni kell, az az, hogy összeköti Manhattan Brooklynnal. Régen Brooklyn nem volt New York City-nek a része, de egyébként már az. Régen 1800, nem tudom meddig, most olvastam, de elfelejtettem. Ma Brooklynba megyünk ki, és megnézzük, hogy Amerika kapitány ott van esetleg. És igen, mögöttem itt van Manhattan, a Financial District, ahol már voltunk a Wall Street fele. Tudod, mit jelentetünk ki, Andris? Hogy ez szerintem az egyik kedvenc helyem. A híd is. Manhattan is, Brooklyn is, minden a kedvenc helyem itt. Nem ért volna semmit az a sok készínálysz, tehát ha nem lennék egy órába futni, szóval elmegyek. Azért az tényleg durva, amikor ilyen 9-10 éves korod óta álmodsz arra, hogy egyszer ezt látni fogod. És aztán tényleg látod. Már vagy 11-ére is látom, úgy értve, hogy
minden nap ezt néztem, akkor is hihetetlen. Lehet, hogy össze fognak verni, hogy menjön már. Szarrá verem a pofájukat. Ja, biztos. Ja, valószínűleg nem fog. Jó érzés visszatérni amúgy. Visszatok. Se indult. Tudom, de kint hidegebb lesz. Szerintem mehetünk. Mennyivel? Valós nap. Amikor 9 éves voltam, elhatároztam ezt a pillanatot, aztán egy fél éve vagy 3-4 éve, 2021 végén megérkezett hozzám, ami lehetővé tette, hogy most ezt megcsináljam. És amúgy itt vannak a képek, az első dolog, amit a bőrömbe beraktam, amikor indultam New Yorkba, az ez volt. De tényleg, csak ezt raktam be, meg ezt a maszkot. Olyan képeket csináltunk most, hogy ez nekem többet megér, mint egy kép. Hát én lefogom, szop. Aki oda jön, az megdicséri a ruhát is. Oda jött hozzám kettő csávó, hogy rendesen úgy nézek ki, mint a filmből, mondtam, hogy nem. És jó végre, hogy kitudódott a titok, csak sétálhatok enélkül. Az előbb fűvel kínáltak meg. Kérdezték, hogy Pokémon nem fűvözik volna, nem. Formáld le, és most visszamegyek érte. Valami kis különbséget tartottnak ezek között, meg köztem, nem? Mégiscsak körülbelül egy ilyen 10 havi YouTube fizetésembe került ez a ruha. Szerintem elkönyveltem, hogy az életem egyik legjobb napja. De tényleg. A kedvenc helyeimre visszatérve, Times Square sose lesz az. De a legjobb képet szerintem megcsináltam, amit csak akartam. Ezer hála Andrisnak, hogy segített. Már van vagy ilyen 11 óra este. Ezért vagyok a székes csávó. Levegyem a maszkot és mindenki elhányna magad. Fúj, ez volt alatta. Végén levettem a maszkot a metrón, és ott volt pár srác, aki kért képet Pokémonnal, és levettem, és kérdeztem, hogy nagyon ronda vagyok, mondja, hogy nem, amúgy nem vészes. Megállított most, hogy egy csávó, és kérdezte, hogy amúgy, hogy de jó fej volt, és kérdezte, hogy ez hogy, hogy én csináltam, vagy hogy miért van rajtam. Én mondtam, hogy nem csak hogy először vagyok New Yorkba, és gondoltam, hogy kihasználom a lehetőséget, és hogy kimentünk a Times Square-re, próbáltunk valamennyi pénzt keresni, és hogy semmi nem sikerült, azt mondja, hogy teljesen komolyan elkezdte, hogy ja, nézd, ilyen infláció mellettem, úgy nem is gondolom, nem is csodálom, hogy nem adtak. Abszolút, igen. Yeah.